a Bírsz. Üdvözlünk mindenkit, ez a Bamakos felkészülésünk első epizódja. Sziasztok! Az utolsó részben megvettük a Merjót, ezt már minden bizonnyal láthattátok. Most viszont úgy döntöttünk, hogy elvisszük a Tetekatlanba megnézni, hogy mit tud terepen, és mit kell majd rajta változtatni. Itt jön mögöttünk a biztonság kedvéért Levente és Gáspár Zsolti. Zsoltit onnan ismeritek, hogy ő volt a Lexus LS600H longgal a műhelyporeszben, a Leventét pedig onnan, hogy ő húzta haza annó Matyit Afrikából. Ha látjátok a kocsit, fel fogjátok ismerni. Levente eljön velünk, mert ő fogja a Merci futóművét beállítani, illetve megépíteni, hogy magasabb legyen, meg a haspajzsot, stb. És most, és azért is, hogy az első 20 méteren, hogyha elakadtunk a Tigrissel, akkor legyen, aki kirángott. Úgyhogy beszéltünk a Tetekatlan tulajával, kinyitja nekünk a sorompót, és az a cél, hogy 100 métert meg tudjunk tenni elakadás nélkül. És ott menjünk le. Füstölünk. Ajjaj! Itt szeretnék megköszönni a Pete Istvánnak és családjának, hogy rendelkezésünkre bocsátják a Tetekatlant a hülyeségre. Úgyhogy megyünk. Mivel nem működik az üzemanyag szintjelző, még azt sem tudjuk, hogy mennyi üzemanyagunk van, de legutóbb tankoltam bele vagy 80 litert, és azóta 200 kilométert ment, úgyhogy a fogyasztással összevetve kb. Egy kétharmadon lehet. Olyan szerpentinek adnak. Aj, a következő, az a durva. Előz a aloknak sem. Nem kell. Bejutottunk a Katlanba. A Levente fogadásokkal kötött, hogy mennyi ideig bírjuk. Nagyon tudja, oda néz. Itt valami kopog rátok. Eszi az utat, gyerekek, eszi az utat. Bárhol eljövünk, tesó. Nem tudom, hogy a kamerák visszaadják ki a dőlésszöget, de szerintem egy ilyen 45 fokos dőlésszögben van. Várjál, berakjuk felezőhőn. Jó, oké, nézzük meg. Kihasználjuk a lehetőségeket. És megnézzük a Leventét. A Porsche-val is lendületben felbírt összkerékben lenni. Szúrj egy kettest. Gyerekek, elfogytunk. Elfogytunk. Ide lendület. Lendület. És majdnem megvan! Kevés volt! Kész. Lefulladtunk. Ebben felezzük le. Füstölünk. Most ott menjünk le. Füstölünk. Ajjaj! Hát csak lefőtt a kávé. Figyelj, feljönni feljöttünk. Levenni már. De miért állítod le? Járassad, hagyd pörögjön benne a víz. Jönnek gyorsabb. Ott kezdődik a baj, hogy nem megy a vízfolyam. Gyorsabban kéne, hogy forogjon. Van egy kis műszaki problémánk, egy kicsit túlmágadt a víz. Nem forog rendesen a hűtőventilátor. Akkor tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy a hűtésünk az most nem az igazi. Hát nincsen. Nem megy a vízfó. Ja, ilyen mágneses vízfó. Elektromágneses, és nem húz be egyáltalán. Nézd meg, hogy mit mutat a vízfőfokadra a gyújtást. Ez eddig sem mutatott kb. Semmit, hogy mutatod? Most mutat! Hát ilyen 110. Most is. Nulla. Megvan? Aha. Ezt kell letestelnünk, ez működik, tehát ez a hőgomba a szar. Ezt tegyétek el, mert most szétszedtem a csatit. Valahova rákötjük. Mindjárt kitalálom. Olyan hűtése van. Egy már most fázom. Direktben. Nem is kell klíma.
Itt vagyunk közben, ez a tetekatlan. Most nem adja vissza egyáltalán. Aki járt már itt, az tudja. A legszélén jöttünk fel. Ez valamennyivel lightosabb, de azért így is többször neki kellett futni. Hát emelnünk kell rajta. Itt elmegyünk szerintem, vagy menjünk le ott? Hát próbáljuk meg. Nézzük meg a levent. Figyelj, fönn nem maradunk, az biztos. Csak mi nem vagyunk ilyen magasak, Marci. Most első körben a másik is. Félek, hogy beakad a koszorunk. Oda lesz. Eddig jó? Így csimaliba, helyezd meg. Menjünk ott újra most így. Nézzük meg lendületből, mennyi, adjad neki, szúrját, 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 menjünk. Adjad neki! Ez az, meg ez, meg az! Följött! Úgy kéne, hogy ráhúzod arra a nagy buckára, hogy ne a nyomvájukba menjünk. Jobban néz ki, mint fentre. Ide is fúj. Húzz rá a buckára, szerintem. Minden van is, vissza úgy fiúk. Az anyád. Koporsót meg nem hoztunk. Majd küldik utánunk, ne fossa. Nem tudsz? De, te tudunk. Nem befordul szerinted, Marci? Szerintem be. Gyere, eljön, te eljön. Megvan. Ha-ha! Most fog lecsapni az eleje? Most kanyarodás tesztet fogunk végezni. Egy lyuk körül. Én azt hiszem, hogy a kanyarodással nem lesz gond nagy tempónál a homokban, úgyhogy ezt most sikeresnek élhetjük. Megjöttünk. Ja, a lökhárító problémát tulajdonképpen megoldottuk. Mielőtt bárki bepánikolna átsó lökhárító miatt, a terv az amúgy is az volt, hogy leszedjük, mert óriási a túlnyúlás és ez jelentősen csökkenti a terepszögünket. Le lesz vágva a kaszni a lámpatestek alatt gyakorlatilag, és a terv az, hogy a hátsó keréktől sréhen egy fémlap lesz, hogy valamennyivel hát javuljon a terepszög, úgyhogy a homokbánya tetekatlan most megoldotta részben hátsó lökhárító problémát. Ugye lekapjuk az egészet, csak megvárjuk, amíg Levente felevágja oldalról. Én azt hittem műanyag, de ez üvegszál. Visszafeszegetni? Vagy hozassunk ki Anikóval eszközt levenni a lökhárítót. Nem, valahogy leszedjük. A Levinek van ásója. Hozzá kellett volna egy pokrócot. Nem kell pokróc, tesó, Afrikában se lesz. Ilyennel jártunk Tibivel kakilni. Az. De most ebben hogy lesz leszedve? De sehogy nem lesz leszedve, mert alatta van egy fény revítő. Ráállok. Mondtam, hogy vegyél. Az már jön le. Két csavar fogja. Pont itt nem korrodált a karosszéria. Mindenhol máshol, igen. Itt egészséges a karosszéria, máshol. Mindenhol máshol. Most más. Azt mondtuk, hogy azt kell, ahogy a Pinky várjál, Marci, beállok, hogy...
műszaki mentést kérünk. Felakadt! Nézzünk az autó alá, a gyári hátsó vonószem az megvan a pótkeréktartón, és nekünk itt van benne a üzemanyagtanke a nagy valószínűséggel, és ezt a 30 centit, ez a gyári hátfala, tehát ez egy 123-as hátfal, és a Pilátó cég még ennyivel, hogy egy koporsó elférjen a hátsó részbe, ennyivel megtoldotta, plusz még ugye az utasfülkéből vett el, és kényelmetlen üléspozícióba lehet csak vezetni, tehát ezzel a bő 30 centivel vagyunk hosszabbak, mint egy gyári 123-as, az körülbelül. Kicsit meg is feneklett, hogy legyen a vége. De már levente. Pakol és jön, mert megmondja, hogy de hát eddig az elképzeléseinket felülmúlja azt, hogy milyen terepen és hogy tud közlekedni. Te, és hogyha kicsit így nem megy le. Az a baj, nem billen át, tehát ja, nem igen. Billenési ponton van felült itt a kocsi. Első egy harmadánál van felülve. Ha most igazi afrikaiak lennénk, akkor... Még egy 8-at fel kéne tenni be akkor így jönnénk le onnan. Ne. Én indulok. Várjál! Dudálj, ha mehet-e! Aha. Ez lejött, tesó. Gondoltam. Figyelj, az van, hogy vinnünk kell magunkkal egy Cayenne-t is. Levi nem jön 2000. Levi, mi befizetjük, hogy gyere. Micsoda? Befizetjük, hogy gyere. Ez nem adja magát. Kis műszaki. Szarul nézett, amikor fordult a kocsi. De gondolom, benne nem volt gáz. Annyira nem. Vegyük már le azt valahogy. Ma mindjárt leesik még egy ilyen kör, aztán már nem. Az elején úgy tűnt, mint egy kicsit így, azért már a Cayenne is megszeppent, nem? Igen, hát csúszott le. Aha. Elkapart, nem? Aha. Figyelj, ehhez oda baszta. Nem akartam rántani, mert szerencsétlen kocsi. Kiszedi az első futóművet a lomba. A motor. Szükség arra, hogy a jobb elejét itt hagyjuk. Igen. Elég, ha csak az elejét ártulják. Figyelj, szerintem amúgy fixen kéne tetőre dobni a kötelet, és ha gond van, dudász, megyek, húzzak. Jó. Tehát ne tegyük el annyira szerintem. Jó, mert én azt nem akarok hajolgatni. Az enyémről levesszük. Tudod, mi kéne? Mi? Egy popoltyú a géptetőre. Nagyon, jó, itt jön ki a meleg, aha. Szerintem jól érzi magát, most már van hűtése. Most lerángatjuk a hegyről. Jó. Vagy a buckáról. Mi a véleményed az első kör után? Megértem az afrikaiakat, hogy ezt használják mind a mai napig 50-t. 50? 50 évesek ezek? A legöregebb? Hát, 70-80-as évek? Ez most 40 éves. Ez 40 éves. Hát, Tiger. Figyelj, Tiger, gondolom fillér hozzá minden alkatrész. Minden bír. Thank you.
Folyik valami víz. A benzin. A túlfolyón folyik a benzin. Nem sok lehet eltankolni. Ott van lent egy túlfolyó. Au. Most nem látszik, de az előbb ott pisilte át csokereket. De ott van. Nézzétek csak. Szóval nem érdemes letankolni, hogyha megyünk triálozni. Hol tartunk most? A gép az nincs még felkészítve. A triálra. Vannak gyerekbetegségek. Fogalmazzunk így. De ami ennél is fontosabb, azt most elmondanánk. Illetve elmondanám, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy nagyon fontos lesz, hogy Levente velünk tudjon tartani a mögöttem lévő Cayenne-nel, és jelenleg éppen szponzort keres. Úgyhogy szponzoráljátok őt is, minket is, bátran. Óriási buli lesz, ezt már most látjuk. Az történt, hogy így kicsapódott oldalra, lentületből, és bele a tör meg a kilincs.